Tóth Csaba képviselő urat illeti a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! Matolcsy György 2012. október 5-én jelentette be, hogy az áfa elkerülés mérséklése céljából a kiskereskedelemben működő pénztárgépek és a NAV között közvetlen online kapcsolatot kell létrehozni. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012. december 14-én tette közzé az erről szóló rendelettervezetét. A cserére eredetileg 17 milliárd forintot akart fordítani a kormány, miközben már az első évben 95 milliárd forint plusz bevételt vártak. Már akkor látható volt, hogy sem a pénztárgépek cseréjének tervezett 2013. március 31-i határideje, sem a költségvetési teljesülés nem fog sikerülni. A február 13-án közzétett kormányhatározat szerint az új gépekre való átállás időpontja május 1-ére módosul. Aztán ez a dátum még kétszer változott, legutóbb szeptember 30-ára. Azonban a jelenleg hatályos szabály szerint az átállás időpontja egy hete lejárt. Ugyanis a 25/2013-as számú miniszteri rendelet előírja, hogy augusztus 31-ét követően az elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépek nem üzemeltethetők. Vagyis hiába egy vonatkozó NAV közlemény, amely ennek az ellenkezőjét állítja, a kereskedők és a vendéglátósok már nem használják a hagyományos online kapcsolatra alkalmatlan pénztárgépeiket. A kormány bejelentette azt is, hogy 50 ezer forintos támogatást nyújt a vállalkozásoknak. A támogatási igényeket 2013. december 15-ig lehet igénybe venni, viszont ha egy vállalkozó a múlt hónap végéig nem kért kódot, elveszíti jogosultságát a támogatásra. Azt azonban továbbra sem tudjuk, hogy a támogatásra szánt összeg a pénztárgépek bruttó vagy nettó árából jön le. Ezt ugyanis a minisztérium rendelete nem szabályozza. Meglepő lenne, ha az áfával növelt árból vonnák le a forgalmazók, mert akkor a meghirdetett 50 ezer forintnál kevesebb támogatást kapna az arra jogosult. A NAV szeptember végéig csak azt ellenőrzi, hogy igényeltek-e üzembehelyezési kódot a kereskedők. Követően már azt ellenőrzi, hogy rendelkeznek-e új géppel, vagy gyártó által visszaigazolt megrendeléssel. Újabb határidők, újabb módosítások, amelyek útvesztőiben már-már elvesztek a kereskedők. Ide vezet az átgondolatlanul kapkodba bevezetett átállás, a folyamatos módosítások és határidő csúsztatások. Az államnak nem folyik be az idén remélt 95 milliárdos plusz bevétele, miközben az adófizetők pénzéből több milliárdot költ el. A vállalkozások csak újabb terhet kapnak a nyakukba. A mostani jogi gubanc a pénztárgéppel rendelkező vállalkozások mintegy 70%-át érinti. Ezekre tekintettel kérdezem tisztelt államtitkár urat. Mikor kívánják a miniszter rendeleteit és a NAV közleményeit összhangba hozni? Hogyan fog teljesülni az erre az évre költségvetésbe betervezett 95 milliárd forint plusz áfa bevétel? Milyen egyéb a családokat érintő újabb sarcokkal kívánják a kiesett adóbevételt pótolni? Várom válaszát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő. A válaszadásra meg a